Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Bécsi Kollégium Hungarikum nevében, és amennyire örülök, hogy ma itt beszélgethetünk Dombrovszky Linda rendezővel, annyira szomorú vagyok, hogy nem élőben tehetjük mindezt Bécsben, ahogy eredetileg terveztük, de ugye sajnos a jelenlegi ausztriai vírushelyzet nem engedi, hogy közönséggel tartsunk programokat. Mi viszont nem szerettünk volna lemondani a filmklubról, mert ugye ez az év egyik legjobban várt filmklubja, szerintem, és egészen egyszerűen áttettük az online térbe, ahogy sajnos az elmúlt évben már nagyon jó gyakorlatunk van ebben. Viszont nem szerettünk volna lemondani az interjúról sem, amit beígértünk a lelkes filmrajongóknak, így megkértük Dombrovszky Lindát, hogy Zoomon keresztül lenne kedve beszélgetni velünk, és nagy örömünkre igent mondott, úgyhogy nagyon nagy szeretettel köszöntjük most őt itt. Én is köszöntök mindenkit. Az első kérdésem rögtön az lenne, hogy hogy találtál rá a regényre, vagy hogy talált rád a regény? Miért pont a Pilátus? Kicsit profán lesz a történet, vagyis egy része nem az, mert Szabó Magda nekem nagyon régóta fontos, gyerekkorom óta ugyanabban a városban születtem, mint Szabó Magda Debrecenben, és ráadásul ráláttam a szobám ablakából az ő szülői házára, tehát hogy van egy ilyen furcsa kötődés hozzá, ami nagyon régóta tart. Sok regényét olvastam fiatalon, még mikor iskolába jártam. Kicsit voltam én megindított, foglalkoztatott voltam, ami azért még nehéz volt szerintem. És akkor igazából újra elővettem az írásait, egész egyszerűen adaptációt kerestem, vagyis adaptálandó regényt kerestem egy pályázatra. Nyilván sok más kortárs íróhoz is hozzányúltam, de Szabó Magda is előjött újra, és akkor a Pilátusnak már maga a fülszövege annyira erős volt, hogy éreztem, hogy ez egy nekem való történet. Én nagyon szerettem az ilyen, már a kísértékfilmjeimben is ezek a témák motoszkálnak, hogy a családi történetek, szülő-gyerek kapcsolatoknak a különlegessége, érzelmi labirintusa, és hát a Pilátus az pont egy ilyen történet volt, a fülszöveg alapján is, és amikor elolvastam, akkor éreztem, hogy ez nagyon nekem való. Hát nagyon hozzá kellett nyúlnunk a adaptáció során, ezt majd a nézők is fogják látni, akik olvasták a regényt, hogy nagyon sok dolog kiesett a regényből, de hát ez az általában az adaptációk velejárója, hogy rövidíteni kell. Úgyhogy remélem nem okoz csalódást azoknak, akik pont a regényt várják. Ez nyilván egy átdolgozott változata. Pont ez lenne a következő kérdésem, is nagyon jól felvezetted, hogy Szabó Magdát megfilmesíteni azért elég nagy felelősség. Rengetegen ismerik és szeretik a műveit. Igazából ez egy hatalmas teher is lehet, amellett, hogy nagy népszerűséget hozhat nyilván a filmnek. Mekkora volt ennek a súlya? Mennyire bátran nyúltatok bele a forgatókönyvbe? Mennyire volt könnyű átalakítani a regényt? Ugye a regények szerkezet azért általában nem forgatókönyvre van megírva. Hát különösen a Szabó Magda regényei, nem? Igen, egy a tízes síkok közti ugrálás, belső monológok. Egyfelől nagyon könnyen értelmezhető egy filmben, ahogy a karaktereket bemutatja, ahogy bizonyos helyzeteket megfigyelések alapján létrehoz. Tehát nagyon jó jelenet lehetőségek vannak benne, és nagyon jó figurák, karakterek, viszonyok, tehát ez egy nagyon fontos dolog, mert végülis ebből indul ki minden. Viszont maga a cselekmény az sokszor, például a Pilátus esetében is egy belső monológ szinte, amit nekünk jelenetté kell ültetni, hiszen az lehetett, hogy végig egy belső hangot halljunk, vagy egy narrációt, illetve hát van ilyen film, kísérleti filmek, de hát ez egy játékfilmben azért nem annyira jó módszer, én azt gondolom. Úgyhogy a legfontosabb feladat az volt, hogy jelenetek kiültessük a belső monológot a Pilátus esetében. Más regények esetében más problémák vannak, vagy nem is probléma, hanem megoldandó feladat. Én a Freskót is, meg a Fürelist is éppen ezekben a hónapokban dolgozom át
két társíróval, vagyis hát íróval, forgatókönyvíróval, akik állandó munkatársaim, és mindegyiknek más nehézség van, de összegésztében azt mondanám, hogy tehát a karakterek, a jelenetek, a viszonyok, azok nagyon filmesek, nagyon érzékletesen vannak megírva, de ennek kell egyfajta lineáritást adni, még akkor is, ha a flashback, azaz a időbeli ugrálással lehet érni egy filmben is, tesszük ezt a Pilátus esetében is, a Freskó és a Füreiz esetében is. Tehát megőrizzük az ő mesélési módját, ezáltal, hogy flashback technikát használunk, de hát nem mindegy, hogy hányszor és mikor és miért, ezt egy író sokkal lazábban tudja kezelni, mint egy film. Ami egy exakt dolog, tehát igazából ez a legfontosabb, vagy ez általában én azt érzem Szabó Magdánál a kulcsa, hogy ezt az időkezelést megfejtsük. A Pilátus esetében visszatérve arra, ott pedig még nekünk egész egyszerűen komplett fejezeteket ki kellett úgymond húzni, vagy másképp beépíteni belőle, ami a férfi szereplőkről szólt. Tehát a Vince, aki ugye az apa figura, vagy az Antal, aki a volt férj, őket egész egyszerűen mi nem csomagoltuk bele a filmbe, mert az anyalánya, a két nő viszonya lett a vezérfonál, tehát hogy itt lett egyfajta, hát egész egyszerűen kihúzás. Tehát ezt nem tudom szebben mondani. Ezek a fejezetek nem kerültek be a filmbe. Szilánkokban igen, tehát bizonyos mondatokban ott van, bizonyos flashbackekben érezhető az a fejezet, de úgy összegészében nem. Ahogy az előbb említetted, az anya-lánya kapcsolatra építettétek fel a történetet, hogy hogyan lehet-e helyesen szeretni, hogyan lehet helyesen szeretni, nekem még ez volt a film egyik üzenete, és ugye a két szereplőnek, Vincének és Antalnak elhagytátok a történetét gyakorlatilag, ez koncepció volt akkor a részletekről, ahogy említetted, vagy kompromisszum, vagy mindkettő? Én azt érzem, lehet némi elfogultsággal, hogy ez így egy sokkal erősebb anyag lett filmben. Ezt nem tudom eleget hangsúlyozni, tehát teljesen máshogy működik egy olvasó. Nyilván ez, tehát az egy regény elolvasás általában nem egy alkalom, nem, pláne nem másfél óra, vagy 72 perc, mint a Pilátus. Tehát sokkal sűrűbben kell mesélnünk, sokkal koncentráltabban. Még egy regény esetében nagyon jót tesz, hogyha van egy fejezet, amit félrerak az ember, és mondjuk másnap vagy öt nap múlva előveszi, és akkor egy teljesen más korban, más figurával tud menni. Ez egy film esetében, hát sorozatnál működik, de egy egész estés filmnél nem. Tehát egyszerűen nem tudjuk belesűríteni egy 72 percbe, de 90-ben se tudtuk volna. Tehát ilyen szempontból a kompromisszum, ugyanakkor mondom némi elfogultsággal, hogy én azt érzem, hogy sokkal erősebben és sokkal pontosabban tudtunk mesélni ezáltal. Tehát nem csapong a történet az ügyben, hogy most érzelmileg elindulunk egy múltbeli történet foszlányba, egy apa figurával, aki egyébként a film elején meghal, meg a regény elején is. Tehát az ő története ebben az esetben nem olyan fontos. Aztán persze nyilván azok, akik, tehát jött olyan kritika, nyilván aki olvasta a regényt, az tud erről nyilatkozni, hogy az Iza miért ilyen? Miért ilyen az anyjával? Tehát, hogy ennek a boncolgatása, ez nem fér bele ebbe a filmbe. Tehát, hogy ez egy ilyen szempontból nyilván egy döntés, hogy ez fontos-e vagy nem, vagy kell-e rá mondat, kell-e rá jelenet, kell-e rá flashback. Mi azt éreztük, és én ezt változatlanul bevallom, fenntartom, hogy szerintem nem kell kielemezni mély lélektani pontossággal, mert hozzá tudunk képzelni egy-egy gyerekkori, hát ha nem is traumát, de történetet, vagy egy viszonyt, ami így a nézőre marad. Tehát, hogy ez a film ez nem arról szól, hogy egy mély lélektani elemzést adjunk arról, hogy Iza miért lett ilyen. Ez a film inkább arról szól, hogy ilyen,
hogy az ő viszonyuk ilyen, mert egyébként hozzáteszem, én azt gondolom, kölcsönösen vannak problémák, tehát a édesanyja szempontjából is azért a szemére róhatunk pár mondatot, amit talán nem úgy kellene mondani, és nem akkor, és nem az lenne a helyes válasz. Tehát, hogy igazából itt egy jelenbeli, már rég kiforrott viszonyhalmaznak a boncolgatása zajlik. Tehát nem a múltbeli feltárás. Most picit lehet, hogy körben fontan fogalmaztam. Tehát ezért mondtam azt, hogy egy adaptáció esetében óhatatlan az, hogy számon kérnek olvasók bizonyos dolgokat. Valóban nagy felelősség hozzányúlni Szabó Magdához. Nem is amiatt, hogy meg tudunk-e felelni mindenkinek, mert egy film nem tud megfelelni mindenkinek, hanem hogy ezt Szabó Magda szellemiségének tudja megfelelni, szerintem ez a lényeg minden adaptáció esetében, tehát egy szellemiség a regény lelkének megfelelni. És azt gondolom, hogy én ezt gondolom, hogy ez sikerült. Szerintem is sikerült. Térben és időben úgy vettem észre, hogy igyekeztetek függetleníteni a filmet, tehát hogy nem lőttétek be, hogy konkrétan mikor játszódik, konkrétan hol játszódik. Ez tudatos vagy szándékos, hogy az aktualitásra hívjátok fel a figyelmét? Hogy ez bármikor megtörténhet, és bárhol? Igen, tehát ez abszolút, szerintem ez a kulcsa egyébként, és emiatt volt ez a film elég sikeres különböző kontinenseken, mert nem kellett hozzá a magyar történelem, a magyar 50-es évek, mint a regény, ugye abban a korban játszódik, hanem ez ma épp úgy működhet, és egy picit játszottunk azzal, hogy kicsit eklektikus, vagy anakronisztikus olykor a film, díszletben, ruhában, ugye ez a csipke, a picit hajban, tehát ezek ilyen kis kulisszák, amik nem is annyira markánsak, de hogy egy picit el van emelve időben, térben, és hát valóban nem nevezzük meg, hogy ez Budapest, nem mondjuk ki, hogy Magyarország, mert nem fontos. Tehát ez a világ, a regény esetében ugye ott azért jobban tetten érhető, de egyébként pont a freskó jutott most eszembe, ugye most azzal foglalkozunk, ugye az első regénye Szabó Magdának, hogy ott van egy olyan falu, ahol játszódik a történet, valahonnan a fővárosból odaérkezik a lány haza a családhoz, és hát nagyon hasonló kontextus, mint a Pilátus, hogy Tarba, ez a neve, hogy Tarba, és hát ilyen falu nincs. Tehát, hogy ő is eljátszik ezzel, hogy ez egy fiktív helyszín. Úgyhogy ismétlem, a szellemiség az igazából hű maradt ez ügyben is, tehát nem fontos, hogy most a Gellért hegy mellett lakjon az Iza, és helyszínekben is úgy dolgoztunk, hogy nem mutatjuk meg Budapest arcát, nem a Erzsébet hídon utazik a néni a villamoson, hanem egy kicsit életlen hátterű térben, mert ez tándék, igen. Szerettem is volna kérdezni, hogy szerinted mi lehet az oka annak, hogy ennyire sikeres lett a film a különböző fesztiválokon, ugye a tavalyi évben számtalan fesztiválon rengeteg-rengeteg díjat nyert, akkor szerinted ez a térbeli, időbeli függetlenedés, az azonosulási lehetőség lehet az oka? Szerintem, ha a Gellért-hegyet megmutatjuk, ez akkor is működik, ez inkább talán a magyar nézőnek érdekes, mert tudom én, betítették a filmet Tájvánon, tehát ott valószínűleg nem ismernék fel a Gellért-hegyet. Tehát igazából szerintem a kulcs az inkább az a helyzet, ahogy magához vesz egy gyerek, aki már felnőtt, egy szülőt, és hogy ez az együttélés hogyan muzsikál. Én biztos vagyok abban, hogy ilyenfajta konfliktusokra ráismernek az emberek a saját történetükben, sőt, hát igazából nagyon sok közönség találkozó filmklub legtöbb online esetében pont erről jöttek visszajelzések, hogy
saját történeteket mesélték el az emberek, ami nagyon hasonló. Hát még a pandémia is rárakhatott egy lapáttal, ugyanis nyilván az együtt él több generáció össze van zárva, ezzel ugye aktuálissá vált tavaly előtt idén, tehát hogy valószínűleg még ez is közrejátszhatott. Én ezekre gondolok, vagyis hát a visszajelzések alapján ez a nagyon, nagyon könnyen, és ez Szabó Magda regényeire igaz egyébként, tehát a történet a kulcsa, nagyon könnyen rá tudnak kapcsolódni az emberek a világon bárhol. Valószínűleg ez lehet az oka. Neked van személy szerint kedvenc díjad, amit a fesztiválokon bezsebelt a film? Hát számomra a legnagyobb elismerés, még akkor is, hogyha nem díjról beszélek, az a Golden Globe-nak egy olyan shortlistje, nem tudom, akár a jobb magyar szót, előválogatása, ami ilyen teljesen váratlanul történt, ugyanis oda mi nem neveztük a filmet, én ekkor a babérokra nem hajaztam, és egy csodás véletlen vezetett ide. Az egyik az, hogy egyáltalán ezt a filmet nem is lehetett volna nevezni, mert nem mozifilm, de abban az évben tavaly eltörölték ezt a szabályt, mert hogy ugye moziban nagyon kevés film jelent meg. Ez a mi szerencsénk lett, ugyanis egész egyszerűen egy Los Angeles-i egyébként európai filmek fesztiválján nagyon megtetszett a zsűri elnöknek ez a film, és ő tagja a HFPA-nak, ami a Hollywoodi Külföldi Újságírók Egyesülete, akik delegálják a filmeket a Golden Globe-ra, és ő beajánlotta a bizottságnak, akik megnézték, és akkor írtak egy e-mailt nekem, hogy felterjesztették, hogy ugye ezeken a vetítéseken megnézzék a külföldi újságírók, és akkor bekerült egy olyan shortlist-le, ami 134 filmet számlál, köztük a világ összes országának a filmtermése érkezett, és hát az Oscar díjas rendezők Tom Kelleg között ott volt a Pilátus, amit az első filmem. Tehát ez egy tök nagy dolog volt. Aztán már természetesen Golden Globe díjra nem jelölték, azért ez ahhoz egy úgymond picike film, és hát leginkább nem is az a baj, hogy egy picike, hanem nem volt mögötte az a háttér, ami a Golden Globe díjra kell, tehát ott egy hatalmas nagy marketing tevékenység folyik. Tehát ezt emelném ki, és a milánói díj esőt, ami meg azért volt fontos, mert ott volt az egyetlen, ahol el tudtunk menni Milánóba. Már dúlt egyébként a vírus, csak még akkor nem tudta a világ, amikor mi ott januárban megjelentünk, és hát akkor egy nagyon jó kis vetítésünk volt, ahol nagyon jó visszajelzések, hát az olaszok temperamentumával megölelgették ott a Hámori Ildikót, a főszereplőt, annyira átérték a történetét, úgyhogy az egy jó kis fesztivált, és oda mindenki tudtunk menni, a vágó, aki díjat kapott, az operatőr, a Hámori Ildikó, az forgatókönyvírók és én is, meg a producer. Tehát ez egy jó kis hétvége volt. Ha már Hámori Ildikó szóba került, hogyan választottátok ki a szereplőket? Hát ugye ez normál esetben, ez egy casting folyamat. Itt nem így történt. A Györgyi Anna nekem egy régi szerelmem. Nagyon-nagyon szeretek vele dolgozni, két kis filmben is játszott már korábban, tehát igazából Iza írásakor már őre gondoltunk. És akkor kerestük a anya figurát, ahol nekem egy elég érdekes szempontom volt, ami így elsőre abszurdnak tűnik, de hát azt mondtam, hogy azért 70 kiló fölött ne legyen ez a néni, mert akkor nem fog tudni úgymond elfogyni a film végére. És hát őszintén szóval nehéz helyzetben voltunk, mert hát azért 70 kiló alatti, 70 fölötti színésznő az nem olyan nagyon sok van, úgyhogy ráadásul még nyilván kell hozzá egy hatalmas tudás, tehetség. És akkor gondolkoztunk, hogy tehát csodálatos színésznőink vannak, de tehát nem vékonyak, ezt mondjuk ki.
ami egyébként más film esetében nem lenne probléma, itt ez lehetetlen. Én nem tudtam volna elképzelni, hát nyilván a Törőcsik Mari figura az, ami lebegett előttünk, aki akkor élt még egyébként, de nem akartam, már akkor nagyon beteg is volt. Továbbá én örültem volna, ha valaki friss, akit friss, 70 fölött friss színésznő, akit annyira még nem, nagyon sok filmben nem forgatott Ámor Ildikó, tehát neki ez egy, szerintem kölcsönösen nagyon boldogok voltunk, hogy egymásra találtunk, tehát neki azért olyan sok főszerepe nem volt nagy filmben. Én pedig azért örültem, mert hát tényleg egy új színfolt lett így a palettán. Úgyhogy őt így találtuk. Most csak a két női főszereplőt mesél le, még a Kovács Zsolt érdekes, csak amiatt, aki a Vince, ő alig jelenik meg a filmben, de nekem ő is egy ilyen kabalám, mindig ott van, mindig szeretem, ha dolgozunk. Tehát azért nyilván vannak így, ha nem is vagyok nagyon idős, de ennyi év alatt azért összegyűlnek ilyen kedvencek. Ilyen a Kakasi Dóra is, aki az ápolónő, szintén egy epizód szerep, de ő se volt kérdés, és hát a férfi szereplőket szintén nem castingoltuk, hanem felkértünk. Tehát, hogy ez egy elég érdekes, ilyen szempontból érdekes előkészítés volt, mert nem arról szólt, hogy megnéztünk 20 színészt egy-egy szerepre. Ugye nagyon-nagyon rövid idő állt a rendelkezésetekre, 16 nap alatt forgattátok le a filmet, hogyha jól tudom. Mégis ez alatt a 16 nap alatt melyik volt a te kedvenc jeleneted a filmből? Mit szerettél a legjobban forgatni? Most több is jut eszembe. Mondj nyugodtan sorba. Azt emelném ki, amikor elsérül magát a Györgyi Anna, ami ugye egy... Ez ugye nem látszik a vásznon, ilyenkor csak mi tudjuk, hogy azt milyen bonyolult volt végül technikailag fölvenni, ugyanis az egész filmben nincs kézben a kamera. Tehát, hogy igazából a flashbackeknél használunk egyedül ilyen kicsit zaklatott, kicsit kézi hangulatot, de a filmben nem, tehát ott vagy egy ilyen Roninon van, amikor picit közelítünk, vagy pedig fixen van. És itt az volt a metódus, hogy amikor még ott áll az anya, és ott meg akarja érinteni, György Anna eltolja a kezét, tehát hogy az ő viszonyukat, talán ez a jelenet mutatja be leginkább, hogy nem is eltolja a kezét, hanem elhúzódik, tehát hogy ő nem tudja ezt az érintést megélni, de abban a pillanatban, hogy belábad azt nem, amikor elhúzódik, mert ez az ő tragédiája, hogy ilyen. És akkor még fixen van a kamera, és akkor, amikor kimegy az anya, és mi a György Annával maradunk, aki ugye ott elsírja magát az ajtóban, akkor így az operatőr így leveszi a gépet a statívról, ami csak egy zsákon van, mert különben kattingatni kéne ilyen mindenféle dolgokat. Tehát, hogy egy ilyen nagyon instabil módon állt ott a kamera, és akkor ezt így lekapta, és akkor már kézben közelíti, és akkor ugye el kell magát csinálni egy színésznek, ami mindig egy ilyen elég nehéz dolog, mert nem a könnyek a lényeg, itt se csorognak, nem patagokban folyik, hanem az, hogy azért ne legyen ez mű, vagy erőltetett, vagy nem tudom. Tehát főleg, hogyha ötször megcsinál a technika jobból, mert ugye nyilván ez a mozgás nem sikerült elsőre, akkor azért ez nem olyan egyszerű. Tehát igazából nem is ez volt a legjobb forgatni, inkább ez volt egy ilyen kicsit trükkös dolog, ami nem a teherautók és a tüzek és a lövöldözés miatt volt trükkös, hanem inkább egy ilyen apróság miatt, hogy lesz ez filmnyelvileg olyan, amit szeretnénk, mert ezeket így utólag a néző nem elemzi nyilván, ja, ott egy kicsit éreztem, hogy mozog a kamera, de azért valahol tudat alatt hat. Tehát, hogy ott nem egy ilyen merev, fix képet látsz. Igen. Én legalábbis azt gondolom, hogy ez a film, ha valamitől működik, akkor az egyik oka az, hogy ezek elég pontosan ki voltak találva, hogy meséljük el. Tehát filmnyelvileg milyen eszközökkel, mikor van szűk, mikor van tág, mikor
mozdul meg a kamera, ilyenek. Hát nyilván a színészek viszik el a hátukon alapvetően, tehát a színészi játék, de ehhez társul az is, hogy őket hogy mutatod meg azzal a kamerával. Persze. Szerintem egy kérdés még belefér. Említetted akkor, hogy várhatunk további Szabó Magda terveket tőled, hogy dolgozol akkor a Freskon és a Fürelízen. Mesélnél picit ezekről a projektekről, hogy hogy állnak, illetve mik a jövőbeli terveid Szabó Magdától függetlenül is? Igen, tehát az egyik terv, az a Fürelíz, amit jelenleg fejlesztünk a Nemzeti Filmintézetnek a forgatókönyvfejlesztési programjában. Most a second draftnál tartunk, tehát ez azt jelenti, hogy a második változat a forgatókönyvnek, ami most a feladatunk, hogy elkészüljön februárig. Ez egy elég nehéz anyag. Már említettük ugye az időbeli ugrálást, ez a Fürelíznél igazán jelentős, hiszen ez egy visszaemlékezés, ugye az utolsó regény és a gyerekkorát meséli el az idős írónő. Úgyhogy most ezen dolgozunk, ez egy nagyon költséges film, tehát ennek a megvalósulása azért egy hosszú idő, hogy összeálljon valóban. A másik, a Freskó, ez egy kisebb kaliberű, már költségeit illetően, egyébként az adaptálás ugyanúgy egy elég nehéz dolog, ugyanis ott is gyakorlatilag két nap történetét meséli el, de közben egy élet tárul föl, és hát ott most adjuk még csak befejlesztésre a treatmentet, ami tulajdonképpen már a váza a történetnek, de még dialogok nélkül. Tehát ez a két projekt itt tart. Van még ugyanígy treatment fázisban nekem egy Oravec Imre regény, ami az Ondrok Gödre, ez a címe, egyébként egy trilógiának az első része, és egy apa-fiú kapcsolatról szól az 1900-as évek elején, amikor is az Amerikába vándorlás egy nagyon fontos történelmi esemény volt, tehát rengeteg fiatal vándorolt ki Amerikába, erről nem nagyon készült még film, és ez ennek a hátterében ez áll a történetnek. Hát azon kívül van egy sorozattervünk, az Negyedik Béla korábban játszódik, Negyedik Béla lányairól szól és a királyról, de az is egy forgatókönyvfázisban lévő igazából dokumentumfilm. Hát úgy igazából ezek, hát emellett nyilván csinálok mást is, sorozatokban dolgozom, és tanítok a Metropolitan Egyetemen filmrendezést. Zsűriztem ebben az évben 5 filmfesztiválon, és hát van egy 6 éves, meg egy 1 éves kisfilm, és pont most költöztünk pár napja, úgyhogy nagyon sok minden zajlik egyszerre. Azt sajnálom, hogy nem élőben találkoztunk, mert azt mindenképp bekalkuláltam volna, de így akkor legalább így sikerült beszélgetnünk. Igen, nagyon-nagyon köszönöm, hogy legalább online itt voltál velünk. Remélem, hogy valamelyik következő projekt kapcsán egyszer élőben is tudunk beszélgetni, igen, és találkozni Bécsben, mert hogy kívánom neked, hogy minden, amit az előbb felsoroltál, megvalósuljon. Hát nagyon köszönöm, de ha abból egy megvalósul, már boldog ember vagyok. Várunk vele Bécsben. Oké, köszönöm. Nagyon-nagyon köszönöm a beszélgetést. Köszi.